Szeszélyes időjárás jellemezte hazánkat idén, a tavaszi télután csapadékos napok következtek, melyet utána a késő őszig elhúzódó nyári meleg és aszály váltott. Az időjárás változása a mezőgazdaságban is éreztette hatását, ez a megyében a termés átlagok csökkenésében is tapasztalható volt, itt elsősorban a déli területeket viselte meg az aszály. A megyének, hál' Istennek a nagyobb részén annyi csapadékot kapott a kukorica is, illetve a napraforgó is, hogy egy gyenge vagy közepes termést takarítottunk be. Kukoricánál ezt kompenzálta az ára, illetve az, hogy a napraforgónál is és a kukoricánál is a szárítási költségek megmaradtak lényegében, a napraforgó szinte szárítani se kellett. A kukorica is egy olyan 13-15 körüli nedvességet tartalmazott, amire én szinte nem is emlékszek. Úgyhogy ha azt vesszük, hogy ez párosult egy elfogadható árral, akkor azokban a járásokban, ahol nem sújtott ennyire az aszály, abban akár egy erős közepes termés is be lett takarítva. Gyakorlatilag 3,5 hónap alatt nem hult nagyobb vagy tartósabb eső a megyében nyár végétől kezdve, a szárazság pedig egyre fokozódott. A hosszantartó aszály az őszivetéseknél is éreztette hatását, hiszen a talajok tovább száradtak, és 100-150 mm közötti csapadékhiány alakult ki a talaj felső rétegében, a gazdák pedig hosszan kivártak a vetéssel a megyében is. Mikor megérkezett ez a csapadék, akkor ez a vetési területek növekedése felgyorsult, úgyhogy végül is azt mondhassuk, hogy a szokásokhoz megfelelően még talán 1000 hektárral a búzából több is lett vetve. Ez inkább a repce rovására van. A repcéből körülbelül 600 hektárral vetettünk az átlagostól kevesebbet, illetve még fennáll annak a veszélye, hogy sok helyen a gyenge kelés miatt lehet nem is fogják a tavasszal meghagyni, hanem más kultúrnövényt fognak belevetni. Rácz Imre hozzátette, az aszály a talaj előkészítési munkálatokat is jelentősen hátráltatta, azonban a csapadék érkezésével a gazdák még időben be tudták ezeket a munkákat is fejezni.